megtesszük, Isten nagy dolgokat tehet rajtunk keresztül is. Feltettem a kérdést magamnak, hogy mi késztette Máriát, hogy útra keljen. Mindjárt helyesbítettem is, hogy ki késztette, mert előtte volt valami, és ez a valami nagyon fontos. Ez az első, amiről beszélni szeretnék, a találkozás, mégpedig a találkozás először Istennel. Isten megérintette, megnyitotta a szívét, és elkezdett, miután Mária igent mondott, dolgozni az életében. A kezdeményezés mindig a jó Istennél van. Nem csak néha kezdeményez, állandóan. Most is ott van a szívünk kapujában, valamit kér, valamit mondani akar. Fontos az, hogy mi jelen legyünk, ott legyünk. Valamiképpen igent mondjunk, bízva az ő erejében arra, amit ő kér. Amit úgy megfigyelhetünk ebben, hogy ő útra kelt és elmegy Erzsébethez, ebből egy másik kulcs szó jön nekem be, mégpedig az, hogy a hit nem magánügy. Tehát nem csupán csak arról van szó, hogy én a jó Istennel megéltem valamit, milyen jó, ott van a szívemben, és kész, hanem azt látom, hogy a hitnek egy másik természete van, túlcsordul, és ez az, ami Máriát útra kelti, elinduljon Erzsébethez. Két céllal megy el, egyik, hogy segítsen Erzsébetnek, aki szintén szülés előtt áll, hiszen az angyal azt mondta Máriának, hogy Erzsébet már a 6. hónapban van, amire odaér, meg minden, szüksége lesz majd segítségre. A másik pedig, hogy tanúságot tegyen, vagyis elmondja azt, amit Isten tett benne. Nem tudom, értitek-e, hogy valamiképpen ez a missziónak a lényege, semmi köze a propagandához, hanem az, amit bennem Isten tett, azt meg akarom osztani mindenkivel. Tovább akarom adni. De nagyon fontos ez, hogy tényleg engedtem, hogy bennem Isten valamit tegyen. Aztán azt látjuk, hogy Jézus nem csak szellemi, lelki, valaki testé lett, megtestesült, test lett. A hit konkrét valósággal akar lenni az életünkben. És ha mi visszahúzódunk a társadalomból, és engedjük, hogy a társadalom folyjon a maga módja szerint, és nem engedjük, hogy a mi hitünk ott testet öltse, hogy azt alakítsa, akkor csupán elszenvedői vagyunk, szenvedő alanyai vagyunk annak, ami a világban történik. Valaki olyan szépen fogalmazta, hogy ne falevelek legyünk, amelyet a szél ide-oda dob, hanem legyünk mi magunk a szél, az, amelyik mozgatja a világot, vagyis engedjük, hogy ez a hit belülről mozgassa, alakítsa, tegye szebbé ezt a világot, amelyikben mi élünk. Mária nem úgy megy, hogy valami történt ott vele, és aztán valami még ott történni fog Zakariás házában, hanem Mária magával viszi Jézust ottan a szívében. Ez egy fontos is, az, hogy hordozza Jézust, ez nekünk is nagyon fontos. Nekem soha nem tetszik az, hogy csak valamit ottan távolról látunk, hogy majd elérkezünk valahova. Persze, hogy fontos ez. De az út, maga az út, az már Jézussal kell, hogy történjék. Őt hordozom, őt viszem, és ő ad erőt nekem. Mária, amikor igent mond Isten akaratára, akkor ő maga megváltozott. Isten hordozóvá lett. És erre hív minket is. Kérdés számunkra az, hogy kivel megyek az úton? Nagyon fontos. El kell mondjam nektek, hogy egy
május 2-án egy nagyon megdöbbentő tapasztalatot hallgattam. Egy fiatalok találkozója volt, ahol három fiatal, két lány és egy fiú vezette a csoportot. Bibliai szentírási részekről volt szó, és egyik pillanatban az egyik lány a következőket mondta. Azt mondja, én az operában zenélek, azt hiszem, hogy hegedűn valamilyen hangszert mondott. Pár héttel ezelőtt azt kezdtem érezni, hogy a lábam talán mintha zsibbadna. Két-három héttel ezelőtt, mintha nem tudnám az ujjaimat kellőképpen ellenőrizni ott annak a hegedűnek, ott a húrjain. Elmentem az orvoshoz, és azt mondta, hogy nagyon valószínű, hogy szkleróza multiplexen van. Ami tudjátok, hogy ez azzal jár, általában tolókocsiban végzik, akinek ilyen betegsége van. És azt mondja ez a lány, nem tudom, hogy egy hónapig még tudok játszani, dolgozni, hegedülni, vagy két hónapig, vagy talán kicsit egy évig talán, vagy csak két hétig, nem tudom ezt. De egy dolgot tudok, hogy az életben nem az a fontos, hogy gazdag vagyok, vagy szegény, egészséges vagyok, vagy beteg, hanem az a fontos, hogy kivel megyek az úton. Azt mondja, én Jézussal megyek. Nem tudom, hogy hány évig a földön és utána, vagy mennyi időt a földön és utána mindörökre, de én vele megyek, ezért boldog vagyok. És sugárzott a boldogság róla. Nagyon fontos az, hogy Jézust hordozom. Tudom, hogy kivel megyek az úton. Mert ő akkor is velem van, amikor talán bizonytalanság van bennem, amikor talán még nem találtam meg az útamat, és keresem, vajon mi az én útam. Hát az egyik, ez a találkozás, az Istennel való találkozás nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy kilépjek magamból, hogy elinduljak a társadalom felé, embertársaim felé, hogy szépé akarjam tenni a világot. És akkor jön konkrétan, hogy tényleg találkozások jönnek létre, mint Máriának, Erzsébettel. Egy kicsit úgy is vehetjük, hogy az emberrel való találkozás, miután Istennel úgy mélyen találkoztam, az emberrel való találkozásom minősége megváltozik. Azt látjuk, hogy Mária ajándékoz Erzsébetnek időt, segítséget, kedvességet. De ott van egy mondatod benne a mai evangéliumban, hogy Erzsébet eltelt Szentlélekkel. Olyan találkozás volt itt, ahol a másik eltelt Szentlélekkel. Mária Jézust ajándékozza. Így tud találkozni. Kicsit úgy nézzünk a mi találkozásainkra. Jobbak lesznek-e az emberek körülöttünk? Megérzik-e a Szent Lelket? Eltelnek-e Szent Lélekkel azáltal, ahogy mi találkoztunk velük? Aztán kicsit még úgy tovább is mehetünk, hogy a békének az Istenét hordozzuk magunkban. Azt jelenti, hogy ahova megyünk, békét is viszünk. Horváth István költőnek van egy nagyon kis sora, azt mondja, hogy azt akarod, hogy csend legyen, incsél csendre, csendesen. Azt akarod, hogy béke legyen, vigyél békét békességes szívvel, akár a családodban, akár a társadalmadban, ahova mész. Vidd úgy Istent, hogy ők is eltelhessenek a többiek Istennel és az ő békéjével. Pár szót, nagyon szépeket mondott a Kornél atya az ökológiáról. Nekem azonnal, amikor ezt hallom, Szent Ferenc jut eszembe, aki annyira eltelt Istennel, az ő szeretetével, jóságával, hogy még egy fűszálra se akart rálépni. Az is Isten teremtménye, testvére. Valahogy ezzel az Isten gondoskodó szeretetével nézett a világra, amely őt körülvette, emberekre, állatokra, akár a gubbiói farkasra, ha gondolunk, de ugyanúgy a növényekre és az egész természetre.
ha ez a megtestesült szeretet lakik bennem, akkor ezt tudom továbbvinni, ezt tudom továbbadni. Csak nézzétek meg, többször gondolkoztam azon, hogy milyen a világ, és milyen a mi reagálásunk a világra. Hogyan válaszolunk a világnak a jelenlegi helyzetére? Egyébként én örülök, hogy ebben a világban élek, és hogy most élek, bármilyen nehéznek is tűnik. Úgy érzem, hogy Isten itt akar valami szépet velünk, mindannyiunkkal tenni. Ha veszek két flakont, az egyikbe bort töltök, a másikba vizet, és veszek egy hatalmas szeget, és kiukasztom valamelyiket, mi folyik ki belőlük? Hát az, ami bennük van. Ha a boros szórom meg, akkor bor fog kifolyni, ha a vizest, akkor víz fog kifolyni. És ha a világ minket megbánt, támad, vagy akár az embertársaim, mi jön ki a szívemből? Az, ami ott van. Aki ott van, az fog kiáradni rájuk. Ezért nagyon fontos, hogy a találkozásainkban is ott legyen Isten, tele legyen a lelkünk vele. Vagy akár a másik hasonlattal, hogyha egy felforrósított vörös vasat bármihez érintek, mindent égetni fog. Bármi az. Ugyanúgy, tehát velünk is, hogyha tényleg Isten töltött be minket, ha bennünk lakik, akkor a természethez, az emberekhez bármilyen módon viszonyulunk, ott jó hatása lesz azoknak. És az utolsó, azt mondja Erzsébet, boldog vagy Mária, mert hitted, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neked. A hit nem dogmák gyűjteménye. A hit megbízás valakiben, ebben az esetben a Jóistenben. Nem valamit hiszek, hanem valakiben, Istenben. Úgy, ahogy mondom valakinek, hogy én hiszek benned, az azt jelenti, hogy megbízok benned, hogy te képes vagy valamire. Ugyanúgy, ilyen módon hiszek a Jóistenben, hiszem, hogy amit ő megígért nekem, azt ő meg is fogja valósítani. Hitted, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neked. Sokszor kétségek között is valaki olyan szépen mondotta éppen a repülőn, családi helyzet, azt mondja, ott van a római levélben a 8.28, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Ez egyik ígérete a jó Istennek. Hiszed, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott nekem, ahogy Mária hitte, és ezt újra és újra meg kell, hogy ismételjük, újra kell, mindig kezdjük ezt, hogy ezzel a hittel megyek tovább. Nem mindig egyből fog minden sikerülni, de ez a hit segíteni fog, hogy kitartsunk. És a hit abban, aki már bennünk lakik, akit hordozunk. Nagyjából én ezeket szerettem volna most nektek az evangélium által elmondani. Nekem ez az evangélium nagyon sokat mond, pontosan azért, mert egy állandó kísérés, Isten jelenléte, erre hív fel minket. Így induljunk, így menjünk embertársainkhoz, és a hittel, reménnyel dolgozzunk ebben a világban, hogy ezt a világot meg lehet változtatni úgy, ahogy szépen mondta Kornél atya, hogy globálisan gondolkodva, lokálisan cselekedve, nagy reménységgel, de ott, ahol vagyok helyben, megtenni azt, amit éppen ott akkor Isten kér tőlem. Kívánom, hogy ez az egész lisszaboni találkozó számotokra egy nagy igen legyen Isten hívására, arra, hogy őt befogadva
kilépjetek a világból, és egy szebb világot tudjatok hagyni azokra, akik majd utánatok jönnek. Mert hogy jöttek nagyon klassz kérdések, úgyhogy engedd meg, hogy tolmácsoljam ezeket, és kíváncsian várjuk a válaszokat. Az első kérdés így hangzik, hogyan tudom motiválni magamat és társaimat, hogy jobban vigyázzunk a Földre? Pontosan ezzel a szeretettel, hogy ajándékba kaptuk attól, aki minket nagyon szeret, és szeretetből embertársaink iránt tiszta, egészséges földet akarunk hátrahagyni nekik. Ennyi. Ilyen székelyes volt a válasz, röviden, lakonikusan, de hogyan tudunk mi fejlődni Isten iránti bizalomban, hogy képesek legyünk teljesen ráhagyatkozni Istenre? Úgy van, mint az emberi kapcsolatokban. Egymásra sem tudtok ráhagyatkozni mindjárt első perctől. Sok időt kell tölteni egymással. Látjátok, hogy a másik hogyan reagál arra, amit ti tesztek. És ha jól reagált, akkor mind inkább megbíztok benne. Egy idő után teljesen ráhagyatkoztok a másik emberre, pedig az csak egy ember. Jó Istennel pedig szintén így van, hogy sok időt kell töltenünk vele. Ahhoz, hogy őt jól megismerjük. Lássuk, hogy ő hogyan viszonyul. Kértem valamit, adott valamit, elvett valamit, vezetett az életben, és egy idő után látom, hogy amit ő akart, az jót tett nekem az életemben, és egy idő után megerősödik a bizalmam iránt. Azt mondom, hogy most tényleg rábízhatom magamat. Én is el kellett jussak 23 éves koromra, amikor teljesen rá tudtam bízni magamat a jó Istenre. Addig jól lehet a teológián voltam, de igazából jó Isten ott volt távol, és én úgy távolról kiáltottam hozzá. Ez a bizalom nem volt meg így ennyire, hogy azt mondom, igen, rábízhatom, de örömmel bízom rá. Nem úgy, hogy legyen meg az Isten akarata, hanem az a legszebb, ami történhet velem, Isten akarata. És ez úgy lassan-lassan úgy az életemben mindig bebizonyosodott, hogy jó volt tenni az Isten akaratát. Persze a negatívumokból is tanulhatunk, amikor kér valamit és nem teszem meg, és azt látjuk, hogy balul ütött ki minden. És az is segít, hogy a bizalmunk növekedjen benne, rá tudjunk jobban hagyatkozni. Mi volt a legnehezebb szituáció, amikor rá kellett hagyatkozni Istenre? Hogy? A legnehezebb szituáció mi volt, amikor nagyon rá kellett hagyatkozni? Kettőt mondanék talán. Az egyik, ezelőtt vagy 12 évvel egy 4 centis daganatot fedeztek fel a torkamban, és mikor felfedezték véletlenül, mert nem fájt, azon a délután nem tudtam mosolyogni. Másnap reggel, mikor felkeltem, felültem az ágyam szélére, és úgy, ahogy ültem ott, és hogy Jézussal kezdtem beszélgetni, mint azt kérdezte volna, te még mindig elfelejtetted, hogy én szeretlek téged? Te elfelejtetted azt, hogy én csak azt engedem meg neked, ami javadra válik? És attól a perctől kezdve egy nagy-nagy kegyelem jött a lelkembe, néhány barátomnak elmondtam, és azt mondták, ne búsulj, mert jó fog lenni. Én azt mondtam, nem, hogy jó fog lenni, hanem jó, nagyon jó már most. Én nem tudtam azt, hogy még rákos-e, vagy nem rákos, kell-e műteni, vagy nem kellett. Ez egy olyan helyzet volt, amikor ő belülről mondta azt, hogy azt engedem meg neked, ami javadra válik. Aztán napokban, hogy olvasgattam a Szentírást, nagyon sokszor előjött az, hogy mindenhez erőt adok én neked. Ne félj, én veled vagyok. És ez akkora segítség volt nekem, hogy tudtam, hogy ez a legjobb, ami történhetik velem. Bárhogy is fog kijönni, lehet, hogy ott befejeződik az életem, de nem baj ez. Ez a legszebb, ez a legjobb, ami történhetik velem. Hát ez volt az egyik. A másik, amikor kineveztek püspöknek. Hát, ugye tudod, hogy ez nem egy olyan könnyű dolog, amikor... (Sorítás)
annyira megijedtem ettől, hogy amikor repültem Bukarest felé, akkor azt mondtam, hogy most az egyszer nem bánnám, ha a repülő leesne, mert akkor megszabadulnék ettől. De amikor odaértem, és akkor elmondotta a nuncius, hogy így a Szent Atya akarata, és akkor úgy hirtelen hogy arra gondoltam, hogy az életben általában nem azt kerestem, ami könnyebb, hanem azt, ami Isten akarata. És ha Isten akarata, akkor nem számít, hogy könnyű vagy nehéz. Akkor igen, mondhatok erre. De ezt úgy éreztem, hogy csak Istenben tudom megtenni, hogy az ő akarata, és akkor ő megadja hozzá a kellő kegyelmet, hogy adagolja minden nap. Sokszor úgy van, hogy azt mondom, hogy jaj, ott azt nem tudjuk azokat megoldani, és mikor odaérünk, megérkezik egy nagy csomag kegyelem, és megoldódnak a dolgok. Tehát ez a két dolog, amire visszaemlékszek most úgy hirtelen, amit elmondhattam evel kapcsolatban, amikor rá kellett bízzam magamat a jó Istenre. Egy egészen személyes kérdés. Hogy van ma, hogy aludt? Elég jól aludtam, hál' Istennek. Az este heten vagy hányan, 8-an összeültünk vacsorázni, és az kicsit sokáig tartott, és én már úgy fél óra után gondolgattam, arra izgultam, hogy már kellene kicsit készüljek nekem, mert a Kordél atya tegnap délután mondta meg, hogy én már ma kell itt beszéljek. És kicsit izgultam én ettől, akkor ott hogy van, és akkor megint ez volt, hogy hát ezt is rád bízom, szeretettel akarok itt együtt lenni a püspök társaimmal, nem baj, ha kevesebbet aluszok, ezt ti is tudjátok, hogy néha van úgy, hogy az ember kevesebbet alszik, ugye? Akkor kicsit már a halálon túlra is gondolva egy kérdés, találkozom-e a szüleimmel a mennyországban? Én nagyon remélem ezt, hogy találkozom velük. Egyébként úgy volt, hogy én amikor elkerültem otthonról, édesapám mindig azt mondta, hogy mikor kerülsz közelebb, és hogy az idő, tehát mindig távolabb kerültem. És egy nagy tanulság számomra, hogyha Istenért hagyjuk el, mondjuk így, akár szüleinket is, akkor Isten gondoskodik róluk. Mind a ketten nagyon szépen költöztek át a mennyországba. Édesapám a saját lábán ment el a paphoz, hogy kérje a szentenetet, mert úgy érzi, hogy ez az utolsó áldozása lesz, és abban a hónapban szépen elaludt. Ott lehettem volna közelébe, többet ennél nem tehettem volna. Édesanyám pedig énekelve hunyt el, még pedig azt énekelte, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. És nekem ez nagyon úgy melengeti a szívemet, és reménységet is ad arra, hogy csak én is érdemeljem, hogy ilyen szépen tudjak meghalni, de hogy találkozni fogunk velük, és együtt leszünk. Máriának a látogatásához fűződnek a következő kérdések. Szükséges volt-e feltétlenül a szüzenfogantatás, de szükség is volt Máriát ilyen helyzetbe hozni, emberi szempontból? Én gondolom, hogy ha mennyországba kerülök, akkor ezt meg fogom a Jóistentől kérdezni. Mint ahogy a pandémia alatt is megkérdeztem, hogy ezt most miért engedtem, meg volt ezzel valami terve, vagy csak úgy egyszerűen ez úgy történt. Valamit akart ezzel mondani? Még nem kaptam választ, de talán majd megkapom erre is a választ. Igazából nem tudom, hogy eznek csak így lehetett-e, így kellett-e történnie, nekünk egészen biztos így jó. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy Mária egészen annyira fiatalon gyermeket fogan, amikor neki egészen más terve volt, összezavarodik az élete. Hogyan tudja ezt Józseffel lebeszélni, megegyezni? Mi lesz ott annak többi lakossal, rokonokkal? Szigorú törvények vannak. Igazából hiába mondja el, hogy mi történt vele, senki nem érti meg. Talán mindezek a nehéz helyzetek is, amik ezáltal történtek, hogy ilyen módon fogant Jézus, lehet, hogy pontosan segítenek nekünk, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy mi se értjük, hogy Máriához tudjunk folyamodni, az ő segítségét kérhessük, és az ő példáját követhessük. Úgy gondolom, hogy
hogy ilyen módon és még talán sok más módon is megvolt a jó Istennek ezzel a terve. Ennyi. Még egy logikus kérdés, hogy Mária mielőtt útra kelt, miért nem szólt Józsefnek? Honnan tudjátok, hogy nem szólt Józsefnek? Hát, ha szólt neki. Nem tudom. Minden esetre neki inkább az a kérdés, hogy József miért nem kísérte el az úton. Az talán logikusabb, mint egy lányt engem. Aztán a látogatás az öröm misztériuma, az öröm titka. Mit gondol erről, Püspök atya? A látogatás az öröm titka. Igen, életemnek a legnagyobb örömei az ilyen találkozások nekem is. Amikor olyan valakivel találkozok, aki szintén Istent hordozza, aki Isten szeretetében él, egész életemben ilyen közösségre, ilyen kapcsolatokra vágytam, ilyeneket próbáltam építeni, nagy-nagy örömet szül ez. Amikor Istenben tudunk lenni együtt, és Isten, meg tudjuk osztani az Istennel való kapcsolatunkat egymással, természetesen nagy öröm fakad ebből. Jézusnak van még egy ígérete is, azt mondja, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, vagyis az én lelkületemben, az én szellememben, úgy szeretik egymást, ahogy én szerettelek titeket, hogy az életét adta értünk, akik így vannak együtt, ott van ő közöttük. Mekkora kincs az? Nem csak elhisszük, meg is tapasztaljuk az ő jelenlétét. A szívünk elkezd gyorsabban várni, valamiképpen több öröm van bennünk, több bátorság, kevesebb a kísértés, valamiképpen több a remény. Érezzük, hogy igen, így lehet előre menni. Ezek a találkozások nagyon-nagyon fontosak, egyébként erre teremtett a Jóisten. Talán még egy annyit, hogy az egész kereszténység az találkozás, kapcsolat. Istennel való találkozás, emberekkel való találkozás, minden erre épül. Nem egy magányos valami, hanem egy kimondott közösség. Nyilván, hogy személyesen is kell legyen kapcsolatunk a jó Istennel, mert amikor találkozunk, ha bennünk nincs Istennel kapcsolat, akkor igazából csak üres dolgokat mondunk, vagy igazából nincs, amit mélyet mondjunk a többieknek. Fontos, hogy meglegyen a mi Isten élményünk, és azt tegyük közösbe. De ilyen emberekkel találkozni, ez általában örömet jelent. Én gondolom, hogy az a Lisszabona találkozó is ezért egy nagy öröm. Egy biblikus kérdés, hogy hány éves lehetett Erzsébet? Mi számított akkor öregnek? Ezt tudjuk-e esetleg? Nem, sajnos nem tudom. Ezt meg kell valljam, hogy nem tudom. Nagyon szép püspöki erény, amikor bevalljuk, hogyha valamit nem tudunk, de majd Balázs, hogy úgyis biblikus, majd őt megkérdezzük, hát a tudja. No, következő kérdés. Egyébként nem is szép a nőknek az életkorát fiúkatni, túlságosan. Egy szentíráshoz kapcsolódó kérdés még egyszer, hogy mit kezdjünk azokkal a szentírási részekkel, amiket már olvastunk egyszer? Hát nem marad más, csak meg kell élni azokat. Úgy van, hogy a szentírásnak talán 99%-át megértjük, szinte az összes figyelmünk arra az 1%-ra megy, amit nem értünk. Ahelyett, hogy azt a 99%-ot megélnünk. Sokszor így van, hogy ha nem éljük meg, unalmassá lesz. Ezt már tudom, tovább lapozok, megyek rajta, saját életemben tapasztalom, hogy mert a Jóistennek az a természete, hogy ő valamit mond, valamit kér, és ha azt megtettük, akkor kezd el más valamit kérni, akkor segít, hogy tovább lépjünk. Amíg nem lépünk tovább, mindig az a rész nyílik ki. Amikor mi elkezdtük a Szentírást a teológián barátilag a Biblia körön olvasni, akkor az első hetekben, talán hónapokban is szinte mindig az volt, hogy meg kell térjünk. Mindig az jött ottan ki, bárhova forgattuk a Szentírást, mindig az jött, hogy meg kell, hogy térjünk. És rájöttünk, hogy ez erre volt szükségünk nekünk. Meg kell térjünk, mert
mert a milyenek volt az Istennel való kapcsolatunk, emberekkel való kapcsolatunk, azon változtatni kellett. Tehát ha van egy olyan szentírás rész, amelyet már ismerünk, akkor gondoljuk át újra, hogy én ezt élem-e, vagy ez nekem mond-e most a mai napomhoz valamit. Mert a szentírás az nem olyan, hogy egy Istennek valamikor elhangzott szava és kész, hanem élő szava. Isten élő szava a szentíráson keresztül ma beszél hozzám, ma mond valamit nekem, és ettől nagyon izgalmas lesz, mert odállok elébe is, van bátorságom ezt megtenni, vajon ezt kéri, vajon jól értettem, és akkor jön, hogy a társakkal beszélni akarok erről. Te hogyan látod, te hogyan érted ezt az igét? Imádkozok, lelkiatyámhoz megyek, újra keresem, tanulmányozom, mert az én életemről van szó. Most nekem erről beszélt a Jóisten. Csak akár egy példát mondhatunk, ugye a Szent Remete Szent Antalról, hogy úgy indult el, hogy elmegy a templomba egyszerűen, mint más fiatal is, és egyszer azt mondja, hogy azt hallja, hogy Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy tökéletes akarsz lenni, add el, amit van, és úgy kövess engem. A gazdag ifjú nem követte, de Szent Antal igen, azt mondta, ez most nekem szóló szó. Itt engem Isten most megszólított, és ugyanúgy cselekszik. De a szentek életében ezt végigkövethetjük mindig, hogy egy szó, egy ige, amit nagyon jól ismert sokáig, de akkor megszólította, megérintette, és az egy változás hozott az életében. Pont ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy ugye minden pap, diákonus és püspök választ jelmondatot. Mi a püspökatyának a jelmondata, akár a diákonusi, papi és a püspöki? És miért? Diákonus koromban nem választottam mottót, papként sem. Mert úgy éreztem, hogy egyetlen ige sem fejezi ki az én életemet. Úgyhogy minden szentképre más valamit írtam. Nem jött össze. De aztán később, mikor már vagy 7 éves pap voltam, akkor én a fokolár lelkiséghez is tartozom, és írtam volt a fokolár mozgalom elnök nőjének egy levelet, hogy küldjön nekem egy igét, de aztán is felejtettem, hogy én kértem. Vendégeim érkeztek januárban, és ahogy bejöttek a plebániára a vendégeim, közben a segédlelkész kiszólt az ajtó, hogy gyere csak ide, telefonáltak, hogy apád meghalt. Hát most nem mondhattam a vendégeknek, hogy most ilyen dolgok történtek, ugye akkor még nem volt ilyen mobiltelefon, hogy nekem direkt telefonáljanak, hanem szépen fogadtam a vendégeket, bevittem, este elbeszélgettem velük, de ott volt a fejemben, hogy mi történt oda-haza, 400 kilométerrel tovább. És ők hoztak egy levelet nekem, kinyitották azt a levelet, válasz volt arra a kérdésre, amit annak idején Kiara Lubiknak feltettem, és ez volt benne ez az ige, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől való. Úgy éreztem, hogy ez az ige teljesen kifejez engem. Vagyis első az, hogy Istentől van a szeretet, és ezért szeressük egymást. Ebből kifolyólag történik minden. Ez az első. Úgy éreztem, hogy ez egy olyan meder, ami, tehát a két partja a folyónak, ami engemet tart, hogy jól menjek előre. És ezzel a gondolattal mentem haza édesapám temetésére is, és azóta ez élt bennem. Püspökként mégsem ezt választottam, mert kicsit úgy gondoltam, hogy ha ilyen mottót választok, akkor esetleg úgy fogják kommentelni, na jó, szeressük egymást, de test gyerekek, hát szép az élet, meg így, hogy nehogy rosszul értsék az emberek, és akkor egy olyant választottam, ami úgy gondoltam, ha valaki olvassa a mottomat, az mindjárt imádság legyen, és ez a János evangéliumból van, hogy tartsd meg őket a te nevedben. Ez az én püspöki mottom, mert úgy éreztem, hogy én nem vagyok képes egy egyházmegyét megtartani, embereket megtartani, de kérhetem Jézust, és kérhetek sokakat, hogy imádkozzanak, hogy ő tartsa meg az ő nevében, vagyis az ő lelkületében, az ő szellemében, vele való közösségben tartsa meg az egyházmegye embereit. Ez az én püspöki mottom, és ez vezet, ez segít most is sok szempontból, és sokszor erőt ad nekem. Pont ehhez kapcsolódik. Annyira jó, hogy a püspök, hogyha így beszél, és nézem, hogy kérdések érkeznek, hogy pont erre kapcsolódik mindig. Úgyhogy mit vár tőlünk
fiataloktól, már tőletek fiataloktól, hogyan legyünk jelen az egyházban és közösségeinkben? Úgy, ahogy vagytok, legyetek jelen. Ez nagyon fontos. Közösségeitekben. Nem is tudom, hogy van-e nekem különösebb elvárásom. Inkább úgy testvérként állnék mellétek, hogy együtt fogadjuk be Jézust. Ne engedjük, hogy az életünk apró cseprő dolgokra úgy elszóródjon. Ez nem szeretném, ez nem lenne jó, utána mindig megbánjuk, hogy mindig csak a sürgős vagy a kellemes dolgokra volt időnk, és a fontos dolgokra nem hagytunk elég időt. Igazából, ha arra gondolok, hogy mit is várnék el a fiataloktól, az, hogy merjetek, ahogy vagytok, tüzes lelkűek lenni, merjetek Jézus Krisztusról tanúságot tenni, és építsetek vele egy új világot, mert szükségünk van egy új világra. Ez az egyik talán, amit elvárok. A másik pedig, hogy legyen bátorságotok, hogy a másik embert helyezzétek a központban. Ez az ember nagysága, az a nagy ember, aki mellett a többiek nagynak érzik magukat. Az a kicsi ember, aki mindenkit le akar oda húzni a maga szintjére. Merjetek így nagyok lenni, hogy mindenki nagynak érezze magát körülöttetek. Ugyanakkor pedig, talán ez az utolsó még, amit mondanék, nagyon bízzatok a jó Istenben, biztosan nem fogtok csalatkozni, és legyetek következetesek abban, amit ő kér tőletek. Ennyi. Nagyon szépen köszönjük!